Szép jó estét kívánok mindannyiatoknak. Szerintetek ez micsoda? Egy A Egyes Nem. Anti, nem áll, hogy nem tudod. Mi ez? Úgy látom, jókóan tettem fel. Uh -huh. Ez határtartás. Ami nekem ma annyira nem ment, mert hogy átléptem azt a határt, hogy itt ülök kint előttetek, és bevezetőt kell mondanom, ami még eddig nem volt. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy természetesen gondolkodni annak ellenére, hogy egy órán volt körülbelül, hogy uh, mi is az, ami engem igazán mostanában foglalkoztat, milyen volt az, ami engem így idehozott erre a jócsére. Rengeteg uh, dolog jutott eszembe, aztán valahogy ez kikristályosodott, hogy igazándiból a, ez a határ, meg határtartás, meg határtalanság, hogy van ez egyáltalán? Um, a testem határai azok nyilvánvalók. Ezen túl vannak országhatárok, vannak én vannak párhatárok, vannak, telekhatárok vannak, zöld határok van, már mindennek van határa, és aztán ezek között nagyon nehéz eltalálni a mindennapokban. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nagyon gyakran kerülök abba a helyzetbe, vagy abba az állapotba, hogy na hát ez már azért minden határon túl van. És aztán persze rájövök, hogy nem, mert ezt a határt is lehet még tovább tolni, meg ezt a határt is lehet más felé helyezni. Tehát van egy dinamikája. És ez kint nem olyan egyszerű, hogyha a mindennapi életben működünk. Mert bizony rá tudunk lépni másnak a lábára, hogyha nem tartjuk be azokat a határokat, amiket éppen akkor az adott helyzet meghíván. Lehet, hogy túl közel kerülünk, vagy lehet, hogy nem kerülünk elég közel. Tudunk kapcsolódni, vagy nem tudunk. És engem ezt hozott ide. Én nagyon sok határt felrúgtam az elmúlt két-három hónapban a saját életemben, és azt gondoltam, hogy na hát ez majd mindent megold. Aztán elkezdtem befelé is figyelni a belső határaimra. És azért ott is felfedeztem ugyanazokat a dolgokat, amik kint nehezek, azok bent is nehezek. Hol vannak a belső világomnak a határai? Mi az, amit be tudok fogadni? Mi az, amit elutasítok élből? Hogyan tudok ránézni mindenre azonosulás nélkül? Ezek voltak talán azok a dolgok, amik így egyre inkább feljöttek a gyakorlásban. És ez abban is megnyilvánul, ahogy gyakoroltam. Egészen addig én nagyon. Úgy éreztem, hogy úgy alapvetően minden működik az ülésben, tartom a tantien fókuszt, koncentrált vagyok, tudom akár 50 percig is tartani a testhelyzetet, és aztán az egyik alkalommal Suni mellett ültem egyik reggeli meditáción. És... Hát, egyébként is olyan kényelmetlen ö, mester mellett ülni, még jobban összeszedtem magam, még jobban tartottam a határaimat, a fizikai határaimat, a légzésemet, a tántien fókuszt, és így meg voltam magammal elégedve. És aztán nem is tudom, talán a Cohen interjún, vagy utána valamikor ö, azt ö, súgtad nekem, hogy ö, túlságosan. Bent vagy önmagadba. Túlságosan koncentrált vagy. És hol találod meg a teret? És aztán valahogy utána elkezdtem változtatni ezen a nagyon szűk határtartáson. És elkezdtem inkább azt megpróbálni, hogy hogyan tudom egy középpontból kitágítani a teret, kitágítani a határaimat mind mindazt, amit relálátok, amit érzékelek, ami tudatosodik. És ez egy picit lágyított is azon, amit éreztem. Még sehol, tehát hogy még az útnak a nagyon az elején vagyok. De azt érzem, hogy amikor a belső határainkon dolgozunk, és azt próbáljuk felfedezni, hogy hol van még bennünk akadály, Hol van még bennünk egy lezárt sorompó, hol van még bennünk olyan PCR-tesztel átvihető országhatár, amit még nem léptünk át, akkor talán elindulunk arra felé, hogy ezeket szépen lassan rálátva feloldjuk, és aztán ez a belső, Határtalanság, jó értelemben vett határtalanság, kifelé is megnyilvánulhat. Talán könnyedében veszem az akadályokat kint, talán könnyedében veszem a konfliktus helyzeteket, nem kontrollálok annyira, egyébként hajlamos vagyok rá, ezért tudom jól csinálni az Excel táblákat, és talán jobban meg tudom engedni a nem tudhatót is. Úgyhogy a határtartás nekem az egyik olyan feladat, azt gondolom, amivel most dolgom van. És hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, azt nem tudom. De igyekszem. És most pont elértem a határig, amíg. Volt mondandóm, vagy így hirtelen jött valami, úgyhogy most egy kicsit hatásszünetet tartok, hát ha eszembe jut még valami. Talán igen. Hogy van egy határ itt köztünk, ami egy üres tér, de aztán ez az, ami bennünket össze is köt. És nagyon jó így rátok nézni, és ennek a közösségnek a határaim belül lenni. És talán ez, hogy az ember tehet a közösségért, az a saját határait is kitágítja. Úgyhogy ezt köszönöm, és nagyon jó, hogy itt vagytok. És én azt hiszem befejeztem a mondandómat.